Rázsi Botond alpolgármester köszöntötte Egerben a Világos Magyarországért verseny szakmai zsűriét. Köszöntőjében elmondta, a verseny nagy hatással van az egriek életére, hiszen emiatt nem csak tavasszal, hanem télen is arra törekednek, hogy szépítsék városukat, díszítsék a környezetüket. A versennyel a településeken élők összefogását is ösztönzik. Önálló értékelési szempont a lakosság bevonása is, és nagy örömmel látjuk, hogy a lakosok egyre nagyobb mennyiségben, mértékben vesznek részt saját környezetük szépítésében, alakításában, és ahol még nagy arányban részt tudnak venni, még jobban meg is becsülik azt. Úgyhogy meggyőződésem, hogy a közel fél negyed évszázad alatt a településeknek a névkártyája, a zöld névkártyája nagyon jól alakul. A háromtagú zsűri ezután egy szakmai konzultáción vett részt, ahol szó esett többek közt arról is, hogy Egerben idén 100 000 tő egynyári növényt ültettek, illetve közel 1 000 000 négyzetméter parkfelületet felügyelnek a városgondozás szakemberei. Ezekre, illetve az elmúlt 3 év fejlesztéseire is kiemelt figyelmet fordítanak a bírálók. Kíváncsian várom azt, hogy évekkel ezelőtt, amikor voltam itt zsűrizni, akkor még a főtér, a dobótér az még nem tudott felújulni, úgyhogy kíváncsi vagyok, amit elmondott a polgármester úr, hogy milyen szép változások lettek itt a környékbeli területeknek is a rehabilitációja során, illetve a patakpartra is nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, mert egy kuriózum, én úgy gondolom, egy kis unikum jellegű lehet egy ékszerdoboz kellős közepén, kialakulva egy ilyen patakmederrel, amire azt hiszem, hogy nagyon sokat áldozott az ön. A versenyre jelentkezett települések bírálata június elejétől augusztus végéig tart. A fődíj hazánk képviselete a 2018. évi Európai Virágos Városok és Falvak versenyében.